What if a book could come to life? Szeretettel üdvözlünk mindenkit! A Sony annak idején mindenkit meglepett a Wonderbook-kal, ami tulajdonképpen egy varázskönyv, melynek segítségével a játékok megelevenednek a szobában, persze a PlayStation Eye és a PlayStation Move közreműködésével. A legnagyobb bánatunkra a megjelenéskor mindössze csak egyetlen egy játékkal nyílt lehetőségünk részeseivé válni ennek a formabontól kiterjesztett valóságformulának. A Book of Spells szerencsére maradéktalanul megfelelt az elvárásoknak és sikerrel bizonyította az elképzelés és a technológia működőképességét. A J.K. Rowling által teremtett Harry Potter univerzumra épülő mágikus világban főzőcskészhettünk, virtuális varázspálcánkkal varázsolgathattunk, vagy különböző rejtélyeket oltattunk meg, míg most a több hónapnyi várakozást követően egy újabb kalandhoz lehet szerencsénk, a különleges könyvecskénk lapjai felett ámulva, ugyanis május 29-én érkezik a Dick's Nightcrawler. A játékban mi a címszereplő Dixet fogjuk alakítani, aki történetesen egy aktakukac magándetektív, méghozzá Library City egyik legjobbika, csak hogy most éppen ő kerül bele a gyanúsítottak szerepébe. A vád a legjobb barátjának meggyilkolása, így hát nincs más választásunk, nekünk kell megoldanunk az ügyet, miközben egyre közelebb kerülünk a valódi gyilkos kilétéhez, akinek megtalálásával végre a mi nevünket is tisztára moshatjuk. Ebben nagy segítségünkre lesz három kismalac, akik szintén nyomozóként vannak jelen, bár a módszereik meglehetősen ügyefogyottak. Bár a játék maga leginkább a fiatalabb korosztálynak készült, a fejlesztők igyekeztek beleszőni egy kis noir hangulatot is, így akár még a felnőttek is nyugodtan elszórakozhatnak vele. Természetesen a díszleteket kedvünk szerint forgathatjuk majd a Wonderbooknak hála, amire szükség is lesz, hiszen párnyom igencsak el lesz dugva, de a bizonyítékokat nem lesz elég megtalálni, meg is kell vizsgálnunk azokat, ráadásul még különböző kihallgatásokat. A hallgatásokon is részt vettünk, hogy így tudjuk meg, mi is történt valójában. Már a Book of Spells látványos varázsolgatása is képes volt a fiatalabb korosztály mellett az idősebbeket is magával ragadni, melyre ezúttal is megvan minden esély a kedves kis kukacos nyomozós kalanddal. Több mint valószínű, hogy számtalan ügyességi logikai feladvány vár majd megoldásra, és akkor a kiterjesztett valóság különböző ötletes megoldásait még nem is említettük. A Wonderbookot és a Move-ot használva aktív részesei lehetünk a történetnek, és segítségére lehetünk aktakukacunknak a nyomok meglelésében. Az előzetes videókon remekül látjon az a hangulat, amit a készítők megálmodtak, és a már említett kismalacoknak hála, még a humort sem kell majd nélkülöznünk. Reméljük, hogy a játékidő nem fog megakadni pár óra környékén, mert egy ilyen komolyabb árú játéknál ez bizony sorspecsételő is lehet. A hónap végén minden válaszra fény derül, és még egy ügyet is felgöngyölítünk Dick's Nightcrawler oldalán. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok! I think you're getting the hang of this adventure.